azt hiszem Nancsó szerepe, lényege, léte megkerülhetetlen, és ezt minden magyar turfrajongó így érzi. Milyen szezon vár Nancsóra? Igazából úgy volt, hogy el lesz adva, utána tulajdonos visszalépett tőle, és egy új, szerintem szenzációs szezont fogunk vele alkotni. Nálad most hogy áll az istáló, hogy áll a lott, kikre vár majd főszerep a 2020-as szezonban? Sok három évesen voltam, nem futott még. Volt egy pár, ami mutatta magát. Körülbelül 13 évesen van, amit szerintem én sem tudom, hogy melyik a jobb. Ezekkel párot lesz a derbiben valószínű, aztán majd megmutatja, melyik hova való. Hogyan emlékszel vissza a 19-es szezonra, illetőleg melyik győzelmek, melyik lovak dobogtatták meg legjobban a szíved? Nem szoktam különbséget tenni, minden nyerés megdobogtatja szívemet. Van egy pár hiány, amit szerettem volna megnyerni, és nem sikerült, de hát idén megpróbálom pótolni. Nagyon sokféle zsokéval hoz össze az élet. Hogyan lehet nekik taktikát adni, tanácsot adni, egyáltalán mennyire szükséges? Először meg kell találni, hogy melyik lóra melyik zsoké, valamelyik a keményebb, puhább. Aztán sok zsoké ismerősünk van külföldön is, szívesen lovagolnak nekünk, elég jól ismerik a lovainkat is, úgyhogy könnyű helyzet vagyok velük. Itt lovagolt ugye Enki, akivel a legnagyobb sikereit érte el Nancsó. Őt milyen lovasnak tartott, túl azon, hogy jónak nyilvánvaló? Nem követte a krek lovasokat, nem figyeli a többieket, van egy saját elképzelése, ránk hallgat, úgyhogy ebből a szempontból előbbre voltunk szerintem vele, mint egy krek lovassal. És akkor jövőre is az érre várod az istálót, illetőleg magadat? Persze, törekszünk jövőre is a championátusodát, megpróbáljuk a legjobbat, amit Isten adja.